Az 1848-as emlékműnél és a Batthyány emléktáblánál tartott koszorúzás után az önkormányzati elismerések átadására került sor a Városháza dísztermében. Kiskörös város díszpolgára címet Faragó Imre, a helyi 56-os szövetség elnöke, ugyanennek a szervezetnek a területi elnöke és az országos elnökség tagja kapta. Kiskörösért díjat kapott Cérna János, a K.T. Bem József általános iskola igazgató helyettese. A képviselő testület Kiskörös város kultúrájáért díjat adományozott Szomorné Szepcsik Éva részére, aki a K.T. Bem József általános iskola pedagógusa. A Kiskörös város ifjúságának oktatásáért és neveléséért díjat Ceffer István, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, Kiskörösi Vattai Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiumának szakoktatója vehette át. A Kiskörös város egészségügyi és szociális ellátásáért díjat Szaboni dr. Kovács Borbála kapta. A képviselőtestület Kiskörös város település fejlesztéséért díjat adományozott Varga Ferenc részére. A Kiskörös város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért díjat a Tarnovi Magyar Barátok Társasága kapta. Az elismerő oklevelet a születinapok keretében adják át a testvérvárosunkból Kiskörösre érkező delegációnak. A képviselő testület Kiskörös város sportjáért díjat adományozott dr. Gregus Ferencnek. A Kiskörös város közéletéért díjat Fagyas István és Gottfried Béla vehette át. A képviselő testület Kiskörös város gazdaságáért díjat adományozott Markó Péter részére. A városi megemlékezésnek ezúttal is a művelődési központ adott otthont, ahol ünnepi beszédet mondott Domonyi László polgármester. Béke, szabadság és egyetértés. A jövendőbe máig ragyog ez a három szó, utat mutatva. Békében élünk, és remélem, hogy még generációk válhatnak felnőtté úgy, hogy nincs személyes emlékük sem háborúról, sem diktatúráról. A békéért azonban, amelyet mi örökségbe kaptunk, őseinknek az életükkel kellett fizetni. Felelősségünk hát megőrizni azt, ami annyi drága életet követelt, és felelősségünk tovább örökíteni utódainknak. Felelősségünk békében élni egymással, magyar a magyarral, magyar a más nemzetiségűekkel, magyar a szomszédos népekkel, magyar a távolabbi országok népeivel, a népek egymással és mindannyian önmagunkkal. Az ünnepi műsorban közreműködtek a K.T. Bem József általános iskola 6. osztályos diákjai. A megemlékezés Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór és Bem József szobrának, valamint Petőfi Sándor szülőházának megkoszorúzásával ért véget.